régen kezdődött, de mintha csak tegnap lett volna. A szüleim egyszer hazajöttek, és azt mondták, találtak nekem egy új, izgalmas, kalandos sportot. Karate. Azok a fehér ruhások, akik bántják egymást. Az elején nagyon nem akartam oda menni, de kérték, hogy csak próbáljam ki egyszer. Amikor megérkeztem az első órára, egy kicsit féltem. Pici voltam még. Nem tudtam, mi fog történni. Nem volt mellettem anyukám. Azt hittem, bántani fognak. Féltem, hogy a többiek ügyesebbek lesznek, mint én. De rosszul tudtam mindezt. A mesterek az első pillanattól kezdve nagyon kedvesek voltak. Mindig támogattak. Mindig segítettek és bíztattak. És amikor gyengének éreztem magamat, erőt adtak. Akkor még nem is tudtam, mennyire fontos dolgok lesznek ezek az életemben. A kitartás, a figyelem, a tisztelet. Már az első óra végén éreztem, hogy nagyon szeretek itt lenni. Szinte minden órán tanultam valami új, érdekes dolgot a karate világáról. Új védéseket, új mozdulatokat, új gyakorlatokat. De nem csak karatéztunk. Voltak hatalmas játszások is. Szinte észre sem vettem, de egy közösség tagja lettem. Új barátokat szereztem. Olyan barátokat, akik szeretik egymást. Akik tisztelik, segítik, és ha kell, meg is védik egymást. Sokszor voltak kemény kihívások az utamon. Sokszor lett volna egyszerűbb otthon egyedül mobilozni, számítógépezni. De én kitartottam. Megtanultam, ha bízom magamban, ha nem adom fel, akkor mindent el fogok érni. Tudom, hogy a szüleim tették lehetővé mindezt. Köszönöm nektek, hogy ennek a világnak a részese vagyok, és ezért örökké hálás leszek nektek.